amikor az internet igazán elterjedt, 90-es évek végén, akkor egy ideig a turisták azok ilyen mindenféle nyomtatott papírokkal szaladgáltak ilyen műanyag borítókba, és úgy érezték, hogy mi az, hogy ne tudjuk könyvet venni, mikor minden rajta van az interneten. Ugye akkor mobilnet még nem volt, tehát igen, a telefonról nem. Na de az okos telefonok elterjedésével viszont... Az derült ki, hogy minél speciálisabb valami, minél személyesebb hangú valami, arra mégiscsak van igény. Az én könyvemnek lett egyfajta ilyen nimbusza. Hát mert ez voltak éppen, hogyha most már a kiadói témákról leszálltunk, ez tulajdonképpen egy alternatív úti könyv, nem ugye? Egészen alternatív. Eredetileg Bécsben, amikor ezt elhatároztam, hogy megírom, amikor nászúton voltam 86-ban Bécsben, a Shakespeare and Company boltban, a Sterngasse 2 alatt. Tehát az én embereim is képzeltbeliek, mikor azt mondom, hogy kinek milyen ideális szállást ajánlok. Igen. A nehezen mozgó, idős, igen, vidéki, opera kedvelő, igen, házas párnak, igen, stb. Vagy aki 50 év óta először látogat, igen, haza Amerikából, és ifjúkori szerelmével először akar találkozni.